Jöjjön az utolsó feladatunk, amelyben ugye a koszmoszos kifejezés is van. És ez nem azért van itt, hogy félelmetes legyen, hanem azért, mert a, talán egyesekben ugye az előző két feladat olyan reményeket ébresztett, hogy hú, majd lesz egy jobb tesztem, amit majd úgymond használhatom ehelyett a nehéz helyett, mert abból könnyebben kijön, ezt ígérték. Hát sajnos az van, hogy erre az összehasonlított tesztben nagyon nagy szükségünk van, nem csak azért, mert ez a feladat nem oldható meg, hát ugye mi nem tanulunk olyan sok tesztet, tehát az általam tanult tesztekkel közül csak ezzel, mert az első pár feladat is olyan, hanem, hogy igazából azt is nem tudjuk majd megoldani azzal, ami következni fog. Jó? Tehát itt ezt azt szeretnénk hangsúlyozni, igenis meg kell tanulni ezt az összehasonlító tesztet. Jó? Na és az érdekessége, meg majd mindjárt meglátjuk, hogy mi is lesz még azon kívül. De hát ahogy szoktuk, balról jobbról haladunk, ugye szumma, mielőtt van, nem látunk semmi futóindexet, hogy honnan indulna, akkor nyilván kérdés a konvergencia, pozitivitást kell vizsgálni, alul nincs probléma, n négyzet, ugye ez mindig pozitív, 1 plusz koszinusz n, no most arról mit mondhatunk, ugye nagyon jól tudjuk, hogy a koszinusz függvény az mínusz 1 és 1 között van, azaz ha egyet hozzáadok a koszinusz n-hez, akkor azt kapom, hogy az 0 és 2 között van. Most itt az, hogy pozitív tagú, nyilván azt is mondhatok, hogy nem negatív, már csak egyszerűbb az, hogy pozitív tagú, úgyhogy az nem jelent problémát, hogyha esetleg van benne akármilyen végtelen sok olyan tag is, hogy nulla lenne, ha már talán annyira is meg a koszinusz függvényt, hogy az egész helyeken soha nem fog fölvenni, ugye mínusz egy értéket, nem megyünk, hát beszélhetünk arról ugye, hogy a pi az irracionális szám, tehát akkor nyilván van az n, az még mindig racionális, hát ugye egész, tehát biztos, hogy nem lehet olyan érték, amikor is, ja, ez itt éppensége pont a mínusz egy értéket venné fel a koszinusz, az ez a kifejezés nullát. De nem is számít, hiszen nem negativitásként is mondhattuk volna. De a lényeg az, hogy megvan, és ugye csak ez az egy teszt áll rendelkezésünkre, akkor a tanult módon ugye az AN, az általános taghatár értékét kezdem el vizsgálni. Domináns. Ugye hát az is, hogy hová tart a számláló, hová tart a nevező, hát ugye az biztos, hogy a nevező az a végtelenbe tart, tehát ott az úgymond biztos, hogy n négyzet, ó, hát nagyon egyszerű a kifejezés, hogy n négyzet itt a domináns, egy plusz koszinusz n-nél mi a domináns? Nos, azt nagyon jól tudjuk, a koszinusz függvény ugye az periódikus, mínusz egy, hogy egykor tényleg minden értéket fölveszi, tehát akkor a koszinusz n-nek nem létezik a határ, nem létezik a limesz koszinusz n tartaléktalanban. Tehát ez nem létezik. Jó? Tehát akkor az 1 plusz koszinusz n sem létezik. És hát, annak ellenére azt tudjuk, hogy 0 és 2 között van, tehát végülis egy szám, tehát itt nincs olyan, ami dominálna, hogy elvinné a végtelenbe, tehát hogy a határérték végre adna, hát akkor csak az 1-et tudom ideírni, és akkor ideírom az 1 plusz koszinusz n-et. Mert ugye az első szorzónyt leszoktuk egyszerűsíteni, hát ez már nem van egyszerűsítve, ez egy peren nézze. És itt van, ez az 1 plusz koszinusz n. Jó? Tehát akkor, ja, bocsánat, ezt elfelejtem, le van egyszerűsítve, és ennek a határértéke az nulla. Hát ez a határérték nem létezik, de ez a határérték ugye, vagy pontosan nem létezik, de ez a kifejezés ugye nulla és kettő között van. Na most, kalkulusai mattak egyből volt ilyen, hogy ez korlátos ez a sorozat, ugye, mint ez, a másik pedig nullához tart, akkor bizony-bizony a szorzatuk az konvergens lesz, és nullához fog tartani, tehát itt ez megvan, hogy nulla, ami ugye, mindig oda jöttük, ez azt jelenti, hogy ez csak további vizsgálatot jelent, további vizsgálatot, de azt a további vizsgálatnál, hogy a harmadik összehasonlító tesztet tudjam alkalmazni, itt ennek, ugye, a második szorzótének a határértéke léteznie kell, és egy pozitív számnak lennie. Tehát nem az, hogy nem pozitív az a határérték, nem az, hogy nulla vagy végtelen, nem is létezik. Tehát ez nem létezik. Tehát itt nincs el. Nincs el, amit itt alkalmazok meg. Tehát nem megy,
kettőt, akkor a másik kettőt kell választanom, és közül kell választanom. Ez persze, hogy meg kell sejteni, hogy most akkor nagyobbat vagy kisebbet válaszom. De hát ugye ebből az összefüggésből, itt van az egyenlőtlenség, most hogyha ezt itt egy per n-négyzettel végigszorzom, akkor nulla kisebb egyenlő 1 plusz koszinusz n per n-négyzet, az kisebb egyenlő, mint 2 per n-négyzet alapján, rögtön kapok egy felső becslést, és persze a pozitivitás megvan. Na most csak az a lényeges, hogy a szumma 2 per n-négyzet az konvergens legyen, mert csak akkor tudom használni ugye ezt az első összehasonlító kritériumot. De hát, jó, írjuk is le. Mit mondhatok a szumma 2 per m négyzetről? Tehát az akkor jó, hogyha ez konvergens lesz. Persze a kettő számszorzó kiemelhető, 1 per m négyzet, szumma 1 per m négyzet. Habár szerintem nagyon sokan már innen is látják, hogy ugye itt az alkalmazható, tehát a pi egyenlő 2, ami nagyobb, mint egy választással kapjuk, hogy ugye ez konvergens lesz. Igaz? Konvergens, amiből következik, hogy a, ami nála kisebb, az n plusz koszinusz n per n négyzet, kisebb egyenlő, mint a szumma 2 per n négyzet, ugye? Tehát, hogy ez konvergens, akkor természetesen amiből következik, hogy ez is konvergens lesz, mint az egyes alapján. Oké, tehát azt kaptuk, hogy ez a számsor konvergens.